A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése céljából a Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben című kiemelt projekt országszerte több oktatási intézményt érint. Az eddigi NAT-ok azok nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, ez tulajdonképpen a NAT-hoz lesz egy olyanféle fajta kiegészítés, aminek fő célja az, hogy a korai iskolai lemorzsolódást szorítsa vissza, hogy lehetőleg mindenki végezze el az általános iskolát, és lehetőleg mindenki legalább egy szakmát tanuljon. Azok az iskolák, akik belépnek ebbe a programba, a tanítási órák 20%-ában kötelező bevezetni. Változtatni kell a környezeten, tehát az a féle fajta hagyományos osztály, berendezés, osztályfoglalkozás, ami eddig volt, azt teljes egészében el kell felejteni. Mert azt a másik nagy változás ugye maga a munkaforma, hogy a csoportmunkát preferálja kizárólagosan, és a csoportmunka ahhoz a poroszos paderrendezéshez, ami a magyar iskolákban van, nem való. És ugye meg kell változni harmadsorban a pedagógusok felfogásának, mert olyan pedagógusokra van szükség, akik hisznek ebben a programban, és ezeket az alapelveket meg tudják valósítani. Most az alapokkal tudtak foglalkozni a képzés résztvevői. A differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban úgy valósítható meg, hogy élménypedagógia mindennek az alapja. Tulajdonképpen egyszerre minden osztályban bevezethető. Mivel munkaforma bárhol bevezethető, nagyon gyorsan megtanulják a gyerekek és megszokják. Persze a cél az az lenne, hogy valójában a teljes általános iskolai korosztályt mi hamarabb felölelje. Én azt gondolom, hogy azokra a gyerekekre kell gondolni, akik most iskolába járnak, és majd szülők lesznek valamikor. A mostani szülőket nem tudjuk átnevelni. A magyar szülőknek, és ez a magyar iskola rendszernek, vagy a magyar társadalomnak egy nagyon nagy hibája, hogy Magyarországon, hogyha egy gyerek hazamegy az iskolából, akkor két alapkérdése van a szülőnek. Hányast kaptál és hogy viselkedtél? Egy finn vagy egy amerikai iskolában hazamegy a gyerek, a szülőnek egyetlen kérdése van. Hogy érezted magad? Mert ha háromszor egymás után azt mondja, hogy nem jól, akkor keresnek neki egy másik iskolát. A képzés tavasszal folytatódik majd az intézményben.